Békés Csabán az Egyensúly AE Egyesület nappali melegedőjében is több szállóhoz hasonlóan hosszított nyitvatartással várták a melegedni vágyókat. Nappali ellátók vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy munkanapokon vagyunk nyitva reggel 7-től este 7-ig, de a nagy hidegre való tekintettel hétvégén is beengedtük a fedél nélkül élő hajléktalanokat, illetve azokat a klienseinket is, akiknek nem volt fűtés a lakásukban. Péntek, szombat és vasárnap éjszaka ügyeletben tartottunk nyitva, meleg tejával vártuk a klienseinket, és meleg helyiségekkel. Gyakorlatilag több mint 10 vették pluszba szolgáltatásainkat, olyanok, akik nem szoktak ide járni, nem csak a klienseink, hanem más ellátóba tartoznak, vagy egyáltalán semmilyen szociális szolgáltatást nem vesznek igénybe. A szállón nem csak hajléktalanok fordulnak meg, hanem több olyan szegény sorban élő ember is, akiknek nem áll módjukban anyagi vagy egyéb okok miatt fűteniük saját otthonukban. Az Egyesület már az előző években is tartott rendkívüli nyitvatartást, és Riffertné Lócskai Henriett szerint a jövőben is nyitva lesznek, amennyiben szükség lesz rá. Mi régebben is nyitva voltunk, amikor tartósan ilyen hideg idő volt, és szerintem a jövőben is ugyanígy meg fogjuk tenni ezt a gesztust, hogy kinyitjuk a kapuinkat, természetesen megköszönve ezt önkénteseinknek, akik éjszaka felügyeltek, és a kedves kollégáknak is, akik ezt pluszba munkaidőn felül vállalták. Az embereknek fontos a törődés. Ilyen hidegben bárki halálra fagyhat a szabadban egy éjszaka alatt, ezért fontos, hogy odafigyeljünk embertársainkra és önmagunkra, hogy elkerülhessük a tragédiát.